A válogatás című tárlaton Osváth Sára alkotásainak egy részét láthatta csak a közönség. Különböző időszakokból is vannak a képek, ugye tudnunk el, hogy Sára a Regri főiskolára járt, ahol diplomát kapott, és most folytatja mester képzésen a tanulmányait. És hát a munkák egy része ugye az Regri főiskolai időszakból származik. Sárát nem a fiam alkotóház nevelte művésszé, hiszen már általános és középiskolában tanulta az alkotás folyamatait, folytatta. De mégis jelentkezett az alkotóműhelybe is, itt is továbbfejleszti magát. Sára egyébként egy nagyon, nagyon csendes, aki őt ismeri, az ugye egy nagyon csendes valaki, tehát nem jellemző rá, hogy sokat beszélne, inkább nagyon nehezen lehet szóra bírni. Viszont a másik oldalon, azt tapasztalom, hogy mivel nagyon sok helyre eljár, és nagyon mindenütt próbál ott lenni, ahol művészetről van szó, hogy nagyon sok mindent szív magába, de ez nem verbálisan adja ki, hanem tulajdonképpen a képeiben, a festészetével, a festészet eszközeivel fejezi ki magát. A tehetséges alkotónak Sárközi Erzsébet festőművész is gratulált. Hát Sárának én csupa olyasmit tudok kívánni, hogy mivel ilyen szépen tartott, akkor sok erőt kívánok ahhoz, hogy végig tudja csinálni azt, amit szerettem. És próbáltam a városban levadászni egy olyan virágot, ami olyan sárás. És az, ami a falon van, az elképesztő, és gratulálok Sára. A kiállítás Szoboszlai Csaba és Horváth Szilvia, a festmények hangulatához illő produkciója tette még különlegesebbé.